Közel 14 ezer körös oltás történik meg hamarosan, így a következő napokban az ismétlő oltásokkal együtt közel 20 ezer oltást vehetnek fel szabolcs szatmár bereg megyében, mondta Román István kormányák a Megyei Védelmi Bizottság elnöke a Megyei Oltási Munkacsoport online értekezdetét követően. A megye valamennyi házi orvosi praxisa átvehette a napokban az AstraZeneca vakcináit a járási hivatalokban, és megkezdhetik a regisztrált páciensek oltását a rendelőkben. Az oltóanyagok elosztása súlyozottan történt meg. A praxisok annak függvényében kapnak belőle, hogy hány regisztrált páciens tartozik hozzájuk, hangsúlyozta Román István. További két oltóanyagból, a Pfizer-BioNTechből és a Sputnikból is újabb szándétvány érkezett a megyébe. Ezekkel a kórházi oltópontokon folyik a koronavírus elleni védekezés. Az oltópontokon a héten megtörténik a rendvédelmi dolgozók immunizálása is, illetve azok az egészségügyi dolgozók is megkaphatják az oltást, akik eddig nem kérték. Az oltópontokra a házi orvosok továbbra is küldhetnek pácienseket a rendelkezésükre bocsájtott a regisztráltakat tartalmazó lista alapján. Szintén itt történik meg a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása az AstraZeneca vakcinájával. A hétvégén és március 15-én is folyamatosan oltanak a megye egészségügyi dolgozói, így megfelelő ütemben tudjuk folytatni és gyorsítani a védekezést, tette hozzá a kormány megbízott.